A 2012-es tájékozódási kerékpáros világbajnokság szenior mezőnyének tagjai rajtolnak Balatonalmádiban az óvári kilátótól. 30 nemzet közel 200 versenyzője tekerte le a távot a hegytetőtől a vörösberényi iskoláig. De nem ez volt az elmúlt évek egyetlen biciklis rendezvénye. Adott már helyet országos bajnokságnak is a város, és itt áll a balatoni Bringa körút 0 km köve is. Ezt és a kerékpáros barátszolgáltatásokat ismerte el a minisztérium a címmel, amit Völner Pál államtitkár adott át. Az önkormányzatoknál olyan mutatók alapján tudjuk ezeket a díjakat megállapítani, hogy milyen az infrastruktúra hálózat a kerékpárosoknál, milyen a tárolórendszer, milyen programokat hirdetnek, milyen újításokat vezetnek be, és nagy örömünkre szolgál, hogy évről évre több benevezőt látunk, és hát a nyertesek között is felbukkannak, és hát hogy legalább ennyire fontos, hogy akik eddig részt vettek ebben a sorozatban, ezután is megtegyék, köszönjük ezt az aktivitást. Balatonalmádi polgármestere szerint városmarketing szempontból nagy jelentősége van az elismerésnek. Egyre többen töltik aktívan a nyári vakációt, és ezzel a címmel talán többen választják a biciklisek közül Almádit. A jelenleg elérhető szolgáltatásokat javítani és bővíteni is szeretnék, így a mostani több mint 12 kilométeres kerékpárút hálózatot is fejlesztenék. Itt Almádiban két kerékpárút van, része vagyunk a balatoni Bringa körútnak, illetve a Veszprém Szentkelszabad a Balaton-Almádi kerékpárút egyik végpontja is vagyunk, és mind a kettő útnak a felújítása és a továbbfejlesztése is szerepel a terveink között. A balatoni Bringa körút hát ma már egy kicsit elavult, ugye akkor nagyon gyorsan kellett cselekedni, úgyhogy szerintem ma már elég kevés szabványnak felel meg. Ezt szeretnénk felújítani, erre a terveink készen is vannak, megfelelő pályázatra várunk, illetve nagy valószínűséggel a Balaton környéki önkormányzatok vagy szövetségek, egyesületek fognak pályázni az egész Bringa körút felújítására már, ahol ez szükséges. Illetve a másik, amit említettem, a Veszprém Almádi kerékpárútot pedig szeretnénk egy alternatív megoldást kínálni a kerékpárosok részére, a volt kisvasút helyén hoznánk le Almádival a kerékpárutat, vagy folytatnánk. A tervek készen állnak a felújításra és a bővítésre is. Az önkormányzat reményei szerint a jövőbeli pályázatok elbírálásánál is előnyt jelent majd a kerékpáros barát település cím.